A magyarok 84%-a egyetért az iskolai mobiltelefon korlátozással, de ki a Nézőpont Intézet legújabb felméréséből. Vendégünk az intézet vezető elemzője, Erdélyi Rezső Krisztián. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Önök meglepődtek ezen az eredményen? Ugye itt mindig felmerül az a kérdés, hogy mennyire van köze annak a, a percepciónak, vagy egyáltalán percepcióval állunk-e hozzá egy kérdéshez, ahhoz, ami azután a végén a, a valóság lesz. Ugye itt azt láttuk, hogy valóban vannak olyan intézkedések, amikben gyakorlatilag össztársadalmi egység van. Abból a szempontból talán meglepő lehetett ez az eredmény, vagy meglepő lehet az, az eredmény. Pontosabban meglepőnek tűnhet az eredmény, hogy látunk -e egy olyan véleményt vagy buborékot, hogyha úgy tetszik, hogy amelyik azt próbálja megmagyarázni, vagy úgy próbálja beállítani ezt a döntést, mint hogyha ez egy rossz döntés lenne, és ezzel a fiataloknak a, a jövőjét vennénk el. Pedig hogyha egy kicsit tágítjuk a, a kontextust, vagy a, a keretet, akkor azt látjuk, hogy valójában nem Magyarország az első a világon, még csak Európában sem, sőt, még csak az Európai Unióban sem, amelyik ilyen döntést hoz. És azzal találtuk szemben magunkat, hogy a, a valóság az viszont teljesen más, mint ez a, a, a buborék, hogyha úgy tetszik, ez a vélemény buborék, Tehát nem az van, hogy az emberek döntő többsége elutasítja ezt az elképzelést, hanem az emberek döntő többsége 80 fölötti támogatottsággal egyetért ezzel az elképzeléssel, ahogyan egyébként több másik a dologgal is, például az ingyenes tankönyvvel vagy az ingyenes iskolai menzával. Ezekre mindjárt kitérünk, igen, ezért a 84% elég határozott szám. Milyen, pontosan milyen kérdéseket tettek föl, tehát mire kellett válaszolni? Ugye a kérdések azok úgy szóltak, hogy ön egyetért vagy nem ért egyet az alapfelsoroltakkal, és akkor ugye azokról az intézkedésekről igen. volt szó, hogy a rászoruló gyermekek ingyen lehetnek az iskolai menzán, illetve hogy kitiltják a, a mobiltelefonokat, a, az iskolából nyilván oktatási célra ezeket lehet használni, illetve mit gondol a pedagógusoknak a fizetésemeléséről egyetért vagy nem ért egyet fele, egyetért vagy nem ért egyet az iskolaőröknek a megjelenésével. Tehát konkrétan a, ezek a, a kérdések hangzottak el, és így születtek meg ezek az eredmények, hogy 84% támogatja ezt a ezt az elképzelést. ez nem volt lebontva, hogy egyetérte azzal, hogy korlátozzák teljes tiltást, mikor adják vissza? Tehát mennyire volt ez részletezve ez nem, a témakör? Ez, ez ebben a, ennyi, ennyire nem volt lebontva ez a kérdés, hanem csak maga az, hogy magával a, a, koncepcióval, az elképzeléssel egyetérte. Nyilván ez lehetett volna, vagy lehetne, egyébként voltak is erre régebben kutatások, a nem mi, hanem más készítette, hogy mi történik, hogyha ezt jobban lebontják, de mi magára az intézkedésre voltunk kíváncsiak, hogy magával az intézkedéssel egyet. -e, és nem, nem a mentén látuk hogy hogyan tartaná jónak. Már csak azért sem, mert ugye ez akkor elvihetné a kérdésnek a, a fókuszát, mert akkor a több fajta választ lehetőséget lehetne, vagy több fajta választ lehetne adni. Nem, azért kérdeztem ezt, sok sokak számára még mindig homályos, hogy pontosan az intézkedés mit jelent majd, tehát mit jelent a teljes korlátozás, vagy hogyan lehet oktatási célra használni, hogyan kapják majd ezt vissza, tehát elzárják, hozzák. Ezért van volna talán érdekes az, hogyha ezekre pontosan kitér a kutatás. Volt 52%-ért egyet az iskola programmal. Itt is csak arra kérdeztek rá, hogy egyetért, vagy nem ért egyet? Igen, itt is az volt a kérdés, hogy egyetért azzal, hogy vannak -e iskolőrök, vagy nem ért egyet azzal, hogy vannak a iskolőrök. Tehát itt sem volt tizelláva a, a, ez a kérdés. De itt tudják volt. a, a megkérdezettek vajon, hogy ez pontosan mit jelent? Tehát mire válaszolta? Én azt gondolom, hogy alapvetően azért tisztában vannak az iskolőr programnak a, a jelentőségével, hogy most a melyik választópolgárhoz pontosan milyen, illetve mennyi információ jut el, az nyilván nem egy közvéleménykutatónak a, a feladata kideríteni. Kiket kérdeztek meg pontosan? Tehát mondjuk láttak a -e demográfiai szempontból eltéréseket? Vizsgálták-e azt, hogy mondjuk vidéken, Buda fővárosban uh, iskolázottság szempontjából? Tehát van-e a kérdés, vagy a válaszoknak ilyen szempontból eltérés ezekben? Mit láttak? Ez egy össztársadalmi felmérés volt, tehát ugye ez egy szabványos, ezerfős telefonos uh, reprezentatív minta, uh, és itt nem volt a magában a kutatásban lebontva iskolázottság szerint, vagy település típus szerint, hanem itt maga az volt a kérdés, hogy uh, úgy általában a társadalom szintjén mennyire értenek uh, ezzel egyet. Ez azért fontos, mert uh, itt megint csak mások által elvégzett kutatásokra egy pillanatra hat hivatkozzak. Lehet azt látni, hogy van eltérés ezeknek a kérdéseknek a megítélésében, de a nap végén valójában a kérdés az mégiscsak az, hogy össztársadalmi szinten uh, ki mit gondol erről a, a, a kérdésről, illetve melyik álláspontnak van többsége. És uh, nyilván el lehet azon... Uh, Beszélgetni, vagy ellen azon gondolkozni, hogy ugyanarról a kérdésről mondjuk egy vidéki nagyvárosban élő és egy Budapesten élő mást gondol, de azért itt szóba került Dúszabolcsal a 2006 as választás. Azért a, a választások meg a politikai arénában mégiscsak az a fontos, hogy az össztársadalom helyesnek tartja a kormány elképzeléseit, vagy nem tartja helyesnek a, helyesnek a, a kormány elképzeléseit. Azért vannak itt még érdekes kérdések, hogy mit gondol a közvélemény vagy a lakosság bizonyos témákról. Például tervezik-e mondjuk azt megkérdezni, hogy egyetértenek-e mondjuk a Madácsi Mere igazgatójának felmentésével? Vagy ilyen erre irányuló kutatások vagy felmérések esetleg várhatók e vagy lesznek -e? Hát erről leginkább a kutatási igazgatónkat kell megkérdezni. Erre a én sajnos nem tudok hogy mik művőbeni felmérések. Akkor meg fogjuk, hogy megkérdezi. Köszönöm szépen, hogy ott